Az OTP Bankliga 5. fordulójában Kaposváron látogatott a PMFC Mátyász, a találkozó trekkenő hőségben rendezték, az első játékrészben a vendégek irányították a játékot, a piros-feketék többször is eljutottak Hajdú kapujáig, míg a vendégek inkább távoli lövésekkel próbálkoztak. A 34. percben Grumics kapott jó labdát, bevitte a 16-oson belőre, tovább menni azonban nem tudott, mert Bank István szabálytalankodott vele szemben, utóbbit kiállította a játékvezető, a büntetőt pedig Vitrédi értékesítette. 1-0-ás vendégvezetéssel fordultak a csapatok. Még 10 perc sem telt el a második félidőből, és tovább fogyatkozott a hazai gárda. Vitrédi szabálytalankodott Vrucsinával szemben, aki fordulásból tarpon vágta a pécsi játékost, Vitrédi sárgát kapott, Vrucsina pedig mehetett zuhanyozni, így 9 emberrel folytatta a Kaposvár. A találkozó hátralévő részében többször is végérvényesen eldönthettük volna a találkozó sorsát, nem tettük. A kihagyott helyzetek megbosszulták magukat, hiszen az utolsó percben egy szabadrúgás után Haruna elé került a labda, aki az üres kapuba helyezte a játékszert. A találkozó végeredménye Kaposvári Rákóczi, PMFC Mátyász 1-1.